Tegnap este véget ért a CPEC Hungária bálnában. Ilyen konzervatív politikai fórumot 1974 óta rendeznek az Egyesült Államokban, de az utóbbi években más országokba is elvitték. Budapesten most először tartották. A nemzetközi konzervatív politikai találkozó szlogenje idén Isten, haza, család. És a szervezők célja ezzel az volt, hogy egybegyűjtsék mindazokat, akik részesei akarnak lenni annak a konzervatív reneszánsznak, amelynek Magyarország az egyik élharcosa. Vendégünk a rendezvény társszervezője az Alapjogokért Központtól, Németi Noémi kérdezi vendégét az interneten keresztül. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok a kedves nézőknek és mai első vendégemnek, Szikra Leventének, az Alapjogokért Központ elemzőjének, akit Skype-on kapcsolunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az Alapjogokért Központ a CPEC megszervezése előtt azt mondta, hogy azért az Isten, haza, család hármast választották a rendezvény mottójául, mert csak ezen értékeken keresztül lehet hatékony és elfogadható válaszokat adni a kor kihívásaira, és ezt a rendezvény résztvevőibe is fogják bizonyítani. Ez sikerült? Hogyan értékeli az elmúlt két napot? Azt gondolom, hogy egyértelműen sikerült bebizonyítani azokat a fontos alapvetéseket, amelyeket többek között Orbán Viktor miniszterelnök úr is mondott, aki ugye a konferenciának a főszónoka volt, és aki beszédében lényegében azt fejtette ki, hogy a magyar jobboldal sikerének mi a receptje, mi az a tulajdonképpeni politikai stratégia, amely győzelemre vezethet nehezített körülmények között is egy jobboldali párt számára, és alapvetően ezen témák körül forgott a konferenciának a beszélgetése. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, az Isten, haza, család hármas egysége volt a konferenciának a fő mottója. Az Alapjogokért Központ célja pedig az volt ezzel a rendezvénnyel, hogy bebizonyítsa, hogy a nemzeti identitás, az állami szuverenitás és a keresztény civilizációnak a védelme az a konzervatívoknak olyan kötelezettsége, amelytől nem lehet eltekinteni, mert egyrészt ezek azok az értékek, amelyek mentén szervezzük magunkat, és amelyen értékekben hiszünk, másrészt pedig, hogyha ezen értékek mellett következetesen kiállunk, akkor sikeresek is lehetünk, tehát nem kell feladni az értékeinket ahhoz, hogy a sikert elérjük. Azt gondolom, hogy a konferenciának többek között ez a következtetés az egyik legfontosabb, amelyet le tudunk vonni. És hogy hogyan értékelem az elmúlt két napot, hát a konferencia azt gondolom, hogy egy abszolút siker Magyarország és a magyar jobboldal számára, hiszen hatalmas mennyiségű vendég érkezett a konferenciára, meghívott előadók, akik beszédet tartottak, számos országból érkeztek, az Egyesült Államokból, Belgiumból, Hollandiából, Lengyelországból, és nagyon hosszan lehetne sorolni. Tehát egy olyan rendezvényről beszélünk, amely a magyar diplomácia és a magyar jobboldalnak a nemzetközi kapcsolatai szempontjából is kiemelt jelentőségű volt. A magyar kormány munkáját és Magyarországot sokszor érik azok a baloldali kritikák, hogy elszigetelődött a világtól. Ahogyan is említette, számos meghatározó konzervatív jobboldali politikus is részt vett a konferencián. Az elmúlt két napban nem az látszott, hogy a kormány elszigetelődött volna. Egyértelműen, sőt, éppen az ellenkezőjéről számolhatunk be, hiszen olyan nagy politikusok tisztelték meg Magyarországot többek között, mint Rick Santorum volt szenátor, vagy éppen Tom van Grieken a Flamand Érdek párt elnöke, de videóüzenetet küldött Donald Trump volt amerikai elnök is. Tehát ugye valóban arról van szó, hogy Magyarország és a magyar konzervatív oldalnak a sikere az inspirációt jelent nagyon sok más jobboldali személyiségnek, politikusnak, pártnak, és tanulni is szeretnének Magyarországtól egyrészt, hiszen Magyarországon olyan sikeres a jobboldal, amely nagyon ritkán érhető el más országokban, nem is nagyon lehetne most hasonló példát mondani. Másrészt pedig nyilvánvalóan az a konzervatív reneszánsz, amelyről ugye szintén szó esett, és amely Magyarországon jelenleg zajlik, az máshol is megtörténhet, hogyha megtanulják azokat a példákat, amelyeket Magyarországon is sikeresen képviselt a jobboldal. Tehát a közös, kölcsönös tanulás, a kölcsönös kapcsolatépítés azok a fontos szempontok és célok, amelyek a konferencia során sikeresek voltak, és hát nyilvánvalóan azt sem lehet elhanyagolni, hogy
olyan értékes gondolatok hangzottak el mind a magyar, mind a külföldi meghívottak részéről, amelyek gondolatébresztőként hathatnak mindenki másra. Voltak erre egyébként konkrét példák is, tehát voltak-e olyan magyar módszerek a gyakorlatban, amire kifejezetten kíváncsiak voltak a részvevők? Ugye a konferencia neve is az, hogy konzervatív politikai akció konferencia, tehát nem csak egy elméleti ideológiai síkon mozog, hanem a gyakorlati megoldásokra is rá szeretne világítani. Valóban az elmélet az nagyon kevés önmagában, a politikai sikerhez gyakorlati cselekvés kell. Ahogy a miniszterelnök úr fogalmazott az előadásának a végén, nincs csodafegyver, csak csinálni kell, tehát az akciónak a jelentőségét azt valóban nem lehet túlbecsülni. Azt gondolom, hogy a miniszterelnök beszédében az a 12 pont, amelyben összefoglalta a politikai sikernek a titkát, az volt lényegében alkalmas arra, hogy összefoglalja a konferencia összességének a gondolatait is, hiszen ezek olyan megfogalmazások, amelyek a körül forognak, hogy a jobboldali értékrendet nem kell feladni ahhoz, hogy sikeres legyen egy jobboldali párt, sőt, épp az ellenkezője, sokkal határozottabban és erőteljesebben és következetesebben kell képviselni, és nyilvánvalóan ebből következnek olyan egyéb részletek, cselekvések, amelyek aztán a konferencia résztvevői számára is tanulságként szolgálhattak, de nyilvánvalóan nem csak Magyarországtól tanulhatnak mások, hanem Magyarország is tanulhat másoktól, tehát a magyar politikai élet és a magyar politikai szereplők számára is azt gondolom, hogy hasznos volt az, hogy számos külföldi vendég érkezett, akik szintén meg tudták osztani a tapasztalataikat. A rendezvény főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt, de ahogyan is említetted, Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnöke a második napon videóüzenetben köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a java még hátra van. Ezt hogyan értették a résztvevők? Azt gondolom, hogy ez alapvetően egy arra utaló megjegyzés volt, hogy nem szabad feladni. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor vereséget szenved az ember a politikában, viszont ez nem azt jelenti, hogy vissza kell vonulni, hanem sokkal nagyobb kétszerezett erővel kell dolgozni. Magyarországon ugye 2002-ben a jobboldal például már 4 éves sikeres kormányzást követően elvesztette a kormányzati többséget, és ezt követően 8 éves munkába telt, amíg újra úgy megszervezte magát, hogy győzelmeket aratott, viszont onnantól kezdve már ugye 4 egymást követő kétharmados győzelemről is beszélhetünk. És az Egyesült Államokban is részlegesen hasonló a helyzet, hiszen ott is egy 4 éves sikeres jobboldali kormányzást követően most egy baloldali győzelem született a legutóbbi elnökválasztáson. Úgyhogy azt gondolom, hogy Trump elnöknek az üzenete az lényegében az az üzenet, hogy további küzdelemre van szükség, nem szabad egy vereségtől elbizonytalanodni, és akárhogy is alakulnak a körülmények, nem szabad a vereséget véglegesnek tekinteni. A CPAC egy hagyományosan Egyesült Államok beli nagyszabású konzervatív rendezvény, most először látogatott Európába és azon belül Magyarországra. Ezt rendhagyónak nevezhetjük, vagy inkább hagyományteremtőnek? Lesz a folytatás? Azt gondolom, hogy a két kifejezés nem zárja ki egymást. Rendhagyónak nevezhetjük, hiszen eddig valóban, ahogy ön is utalt rá, Európában még nem volt. CPAC a világ számos pontján volt már, de Európában nem. De azt gondolom, hogy az sem feltétlenül túlzás, hogy a hagyományteremtőnek nevezzük. Persze most még annak van itt az ideje, hogy a jelenlegi konferencia sikerének örüljünk, és az ott elhangzottakat kiértékeljük, és levonjuk a kellő következtetéseket, de azt gondolom, hogy a konferenciának a sikere az annak a bizonyítéka, hogy érdemes és fontos ilyen rendezvényeket szervezni, hogy nem lehet kizárni, hogy a jövőben is lesznek még hasonló események. Szikra Leventének, az Alapjogokért Központ elemzőjének köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.